Azt kell, hogy mondjam, hogy a legeslegnagyobb kihívást ebben az egész történetben, a legeslegnagyobb kihívást ugye a sodrás jelenti. Nem a korom sötét, hanem a Duna erős sodrása jelenti a legnagyobb veszélyt a múlt hét szerdán történt hajóbaleset áldozatainak mentésén dolgozó búvárok számára. Ezt mondja a több mint 20 éve kutató búvárként dolgozó Hortai Tamás. Az egyik gond ezzel kapcsolatban az, hogy a búvárnak ahhoz, hogy ő ebbe a nagy sodrásba stabilan ott tudjon lenni, lehetőség szerint minél több olmot kéne magára venni, minél nagyobb súlya kéne lent lennie, hogy minél stabil lecövekelje magát. De ugye el lehet képzelni, ha elmegyünk túrázni, nem mindegy, hogy a hátizsák 3 kg, vagy 33 kg, ugye? Vagy 45 kg, vagy ne adj Isten 50 kg. A búvár szakértő, aki 2 évtized alatt több mint 100 holttestet hozott fel folyók és tavak aljáról, azt mondja, könnyen előfordulhat, hogy a hableánnyal együtt elsüllyedt áldozatok között lesznek, akiket a Duna egy Budapesttől távoli szakaszán, például Tolna megyében találnak meg. Néhány napja Hartánál akadt fent egy acélhuzalon egy 50 év körüli dél-koreai férfi teste. Lehet, hogy még idáig Szexárdig is, vagy még akár lejjebb is lejuthat egy áldozat, mire aztán majd ténylegesen fel tud jönni a felszínre. Tehát bizony, én azt gondolom, szerintem az ott dolgozók számítanak is erre, ugye nem véletlenül próbálják most majd ilyen fémlemezekkel is, meg mindennel beburkolni azokat a nyílásokat, amikről úgy feltételezik, hogy esetleg ott az áldozatok a bolygatás és a mozgatás közben esetleg ki tudnának jönni. A szexárdi mentőcsoport búvárai ezért folyamatosan 24 órában készen állnak arra, hogy riasszák őket. Az áldozatok közül még 8 dél-koreait és egy magyart keresnek a szakemberek.